A gyümölcsfákat veszélyeztető kártevők elleni védekezésről, a növényvédelemmel kapcsolatos tavaszi tennivalókról beszélt előadásában Budai Károly nyugalmazott növényvédelmi felügyelő. Budai Károly elmondta, fontos a megelőzés, de vannak olyan kártevők, amelyek ellen muszáj növényvédőszert használni. Általános jó tanács, hogy helyesen válasszuk meg és váltogassuk a különböző szereket. Nagyon sokfajta szer van, tehát ez gyümölcse és zöldségféléje válogatja, meg az időszak, hogy mikor, mivel kell permetezni, valamint a kártevők és a korokozók miensége. Tehát ami gondot okozhat, a gombabetegségek, a baktériumos betegségek és a vírusok, tehát ez a három nagy csoport van, amik gondot okoznak, valamint a kártevők is nagyon sokfélék, vannak a talajban lakó kártevők, amik a talajban lévő gyökereket támadják meg általában, valamint a talajfelszínén lévő kártevők, amik nagyon sok fajta van, és tehát fajtája válogatja a gyümölcsnek vagy a zöldségnek, hogy mikor, melyik támad, az időjárási befolyása, hogy mikor, melyik kártevő vagy korokozóra kell odafigyelni. Léteznek különböző, például szín, fény vagy feromon csapdák, amelyek akár védekezésnek is megfelelhetnek. Elmondta, ilyenkor tavasszal tápanyag utánpótlást is kell végeznünk, amelynek két fajtája van. Ősszel kell adni azokat a makrotápanyagokat, a foszfort és a káliumot, amelyek a talajba igen lassan mozognak, tehát azt ősszel kell kiadni, hogy tavaszra, mikor beindul a vegetáció, akkorra már a gyökérzónába érjenek. Ilyenkor tavasszal a nitrogénműtrágyát, mert az könnyen mozog a talajba, szoktuk adagolni, valamint a mikroellemtrágyákat. Budai Károly, a Matyókertbarát Egyesület március 18-ai összejövetelén továbbá elmondta, a lemosó permetezésnek is itt van az ideje, ezt azért tanácsos elvégezni, hogy megelőzzük a betegségeket.